Thank you.
Ezen az ünnepi délutánon. Ünnepelni jöttünk. A mai délután a nagycsoportos gyerekek életében nagyon fontos állomás. Már a csoport elnevezés is mutatja, hogy nagyok. Kinőtték az óvodát. Az életük gondtalan szakasza véget ért. Ahol a játék volt a legfontosabb tevékenységük, mostantól, legalábbis ősztől komoly iskolásként tekintünk rájuk. Az ünnepi műsorunk első részében minden évben a nagycsoportos gyermekek elültetik az óvoda elé bőcsrózsáját. Ezt a mai délelőttől meg is tették, ezáltal ők is itt hagyták a kéznyomukat. Az ünnepi műsorunk következő részeként pedig érkezzenek akkor a nagycsoportosok, akik közösen, társaikkal együtt búcsút vesznek az óvodai élettől. Nem tudom, hogy bírom-e a
kamaszkortól iskoláig. Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Kicsit féltem, amikor az óvodába vezetett. Csodálkoztam, mennyi játék, mennyi asztal, mennyi szék. Gyorsan Balla Pioska, várnak engem új kalandok. Jaj, de fura elbúcsúzni, hiszen itt voltam kisgyerek. Milyen apjú bútorok, már náluk sem ismerek. Féltem első óvis napomon. Askontoltam, omón én így kedvelni sosem fogom. Haragudtam anyukámra, engem ide miért hozott, de félelmem lassan-lassan szeretetté változott. Minden reggel omó néni öleléssel fogadott, mosolyával, harhangjával varázsolni jól tudott. Emlékszem, hát itt az idő, most iskolába indulok, várnak engem új kalandok, mindent tudni akarok. Velem marad a sok emlék, magammal mind elviszem, nem felejtem a óvodát, mert nagyon jó volt itt nekem. Thank you.
utolérem a bátyámat. Mit aggadás, irigyeltem, hogy a bátyám iskolás, hogy ő neki gyerekjáték az írás, olvasás. Csodáltam, hogy milyen szépen formálja a betűket, és hiába van sok belőlük, ismeri a nevüket. Úgy megy neki az olvasás, akár csak a vízfolyás. Hely, gondoltam, mikor lesz már belőlem is iskolás. És most, amikor beírattam iskolába az idén, megfogadtam a bátyámat, utolérem bizony én. Yeah.
sok vidám napot, amit a szabadám adott, elfeledni nem fogom, ezt már biztosan tudom. Most ilyen legyetek, bár az iskola. Elbúcsúzom tőletek, viszlát a vala. Sok játékot meséljük, nagyon szerettem. Óhó néni kedves arcát, el nem perdem. Szép emléket, nagy élmények, nem szállnak tovább soha. Visszajövök, elmesélem, hogy milyen az iskola. Thank you.
nektek. Elérkezett a nyár, és nektek ez azt jelenti, hogy vége az óvodai éveknek, ősztől iskolások lesznek. Bizony, nagyon gyorsan elszaladt ez a 3-4 év, amit itt töltöttetek nálunk az óvodába. Még emlékszünk, amikor először léptétek át az óvoda ajtaját. Az óvónénik, Dajka nénik és minden óvodai és bölcsödei dolgozó nagy szeretettel fogadott benneteket. Öleltek, vigasztalták a sírókat, biztatták a félénkeket, óvták azokat, akik túlontúl bátornak mutatkoztak, és igyekeztek az itt eltöltött éveket számotokra maradandó élményekkel megfűszerezni, megtanítani mindazt, ami szükséges és sikeres az iskolai munkához. Gondolok itt a sok-sok játékos feladatokra, a szüretekre, a mártonnapokra, az izgalommal és várakozással teli mikulásvárásra, a meghitt karácsonyokra, közös sportdélelőttökre, csodákkal teli gyermeknapokra, túrákra, kirándulásokra. Egyszer csak azonban egyre kisebbek lettek az óvodai székek, asztalok, ágyak, hogy már kinőttétek az óvodát, ez is azt mutatta. Bizony elérkezett az idő, és az óvodai zsákot felváltja az iskolatáska, a játékot pedig a tanulás. Nekünk pedig az egyik szemünk sír, mert a búcsúzás fáj, de a másik szemünk nevet, mert tudjuk, hogy az iskolában egy érdekes világ vár benneteket, ahol a számok és betűk országában új, izgalmas élménnyel, tudással gazdagodtok. Kedves szülők! Szeretném megköszönni azt, hogy amikor eljött az idő, és óvodába kellett íratni a legféltettebb kincsüket, a gyermeküket, a mi intézményünket, a Bőcsi Hernád óvodát választották. Köszönöm, hogy bizalmat adtak a kolléganőimnek, akik nagy-nagy szeretettel és odafigyeléssel végezték hivatásukat. Szeretném magam és az intézmény valamennyi dolgozója nevében a gyermekeknek sok sikert kívánni az iskolai élethez. Még egy főhajtás, nincs több közös téma. Még egy utolsó simogatás, még egy ölelés, egy mosoly, egy pár szár virág, egy elkenődött könycsepp. Kirepültök, üres lesz a fészek, és felzeng a búcsúének. Yeah.
Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt bennünket a jelenlétével. Viszontlátásra!